dur, dur être bébé. Nagyon-nagyon rég. Még olyan kisfiú voltam, 15 éves voltam, amikor már neki kezdtem javítani a babákat, és mindenféle babát. Nem lehet olyan babát hozni hozzám, amit esetleg ne tudják megjavítani. Nagyon-nagyon ritka eset. Bármi baja történik, eltörik keze, lába, feje, akármi történjen a babával, minden babát meg lehet javítani, de ügyelni kell rájuk, és nem szabad a babákkal durván bánni, mert... Milyenek voltak a régi babák? Régi babák porcelánfejű babák voltak. Ez is? És igen, és ilyen törzse volt. Ez volt például a lába, ezek voltak a kezei, amik teljesen összetörtek, és meg kellett javítani, ki kellett építeni, és meg kellett csinálni. Utána majd lecsiszolom, utána festem, és olyan lesz, mint újkorában volt. Újkorában? Miért van itt ez a vas? Ez a vas? Ahol tudjön össze, drága, össze kell állítani a babát. Na most mutatok neked egy nagyon-nagyon szép, régi-régi babafejet. Látod, drága? Nézd meg, édes. És milyen gyönyörűen az. Nézd meg, milyen szépen az. Nézd meg, drága, látod, ezt is lejtették a gyerekek, és összetördött a rabukra. Ezt most meg kell javítsam. Már össze van ragasztva, most itt ki fogom építeni, és olyan lesz, mint újkorában. Alig fog látszani. Lássam. De bent... Még nincsen benne a szemem, csak mikor már meg lesz javítva. És még van egy baba úr? Van még más babám, és itt van például, mutatok neked egy kicsit szép Barbie babát. Hát, ennek a lába romlott el. Nem ügyeltek a gyerekek, kitörték, most meg kellene javítani. Csak kettős a lába van. Látod, miért van ennek rúzsa? A szája, hát az mindegyik, mindegyik. Rúzsa? Piros a szája. Még a teszed is szép piros. Rúzsos is. Rúzsos, rúzsos. Az enyém is, mert nekem is van rúzs. Nekem azt nincs. Is meg fogom javítani, és tökéletes lesz. De, ha nem ügyelnek rája, akkor ki lehet szakítani akármit. Akármelyik részét. Kezit, lábát. Vissza lehet így rakni.
Igen, majd, amikor meg lesz javítva, de most nem áll meg. Miért olyan hosszú lába van? Ezek a Barbie babák mindig készültek, ilyen hosszúak. Hosszú lábuk van. Kérem szépen ezt a babát inkább, hogy tegyem be a kocsiba. Na hát tegyed pillanatnyilag bele a kocsiba. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Fogd meg a kocsit, Gergő. Fogd meg, hogy ne szóljon el. Sok ember rabja a sörivásnak. Egy korábbi adásunkban már láthatták, hogyan válik a komló sörré. Most folytatjuk a komló útját, és ha közben megszomjaznak, akkor nyissanak fel egy üveg jégbe hűtött sört. Kedves nézőink, mai adásunk ezzel véget ért. Magyar nyelven legközelebb holnap reggel 7 óra 10 perckor jelentkezünk az egyes csatornán. További kellemes napot kívánok, köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!